Tisztelettel köszöntöm Önöket hazánk egyetlen anyanyelvi múzeumában, a himnusz születésének 201. évfordulóján, a Magyar Kultúra napján. Külön köszöntöm dr. Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkárasszonyt. És Szamosvölgyi Péter polgármester urat, Sátoraljóújhelyváros polgármesterét. Hölgyeim és uraim, ünnepségük bevezetőjében kérem, énekeljük el közösen a himnuszt az Intervox női kar közreműködésével. Kölcsey Ferenc a nemzeti öntudatra ébredés a reformkor küszöbén 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz című költeményét Szatmárcsekén, mely dátumot legújabb kori történelmünk avatott 1989-ben a Magyar Kultúra napjává. Ez az a nap, amikor főhajtással emlékezhetünk meg legfontosabb közös kincsünkről, amely egy kicsit megkülönböztet bennünket más népektől. Nem különb és nem több, mint más nemzetek kultúrája, de mégis különös töltettel bír, nemzet megtartó erővel, amely összeköt bennünket határon innen és túl. Tisztelt ünneplőközösség! Már hagyomány, hogy a Magyar Kultúra napja tiszteletére a Kazinczy Ferenc általános iskola pedagógusainak szervezésében fél évente felváltva himnusz és szózatmondó verseny megrendezésére kerül sor a város általános iskolás diákjai részére. Idén ez utóbbi megmérettetésre került sor, ezért a következő percekben kérem hallgassuk meg a szózatot az első helyezett diák, Pásztor Félix Manfréd, a Kazinczy Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola 8. osztályos tanulójának előadásában. Felkészítő tanára Csergeini Orosz Eszter volt. Vörös Marti Mihály, szózat. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezredév csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai, itt törtek össze rabigát, hunyadnak kardjai. Szabadság! Itten hordozák védett zászlóidat, s elhújtanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazám, s népek hazája nagy világ, hozzád bátran kiált, egy ezredévnyi szenvedés kér éltet, vagy halált, az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keservben annyi hű kebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész,
erő és oly szent akarat, hiába sorvadozzanak egy átoksúly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epede százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll, s a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyászkönyv ül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál, hantjával ezt akar. A nagy világon kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod kell. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, gratulálunk Pásztor Félix Manfrédnak és felkészítő tanárának, Csergeiné Orosz Eszternek. Díszünnepségünk folytatásaként tisztelettel felkérem Szamosvölgyi Péter urat, Sátoraljóérváros polgármesterét, mondja el köszöntő gondolatait. Tisztelt hölgyeim és uraim, államtitkárasszony, képviselő úr, alpolgármester úr, kedves vendégeink! A Magyar Kultúra Napja itt a Magyar Nyelv Múzeumában mindig különleges ünnep. Most is így készültünk, de 2 órával ezelőtt kaptam azt az információt, hogy különösen érintve a Magyar Kultúra Napját és a hely szellemét kell, hogy bejelentsem, és szívemből szóló szomorúsággal, hogy 91 éves korában elhunyt dr. Grécsi László professzor úr, a magyar nyelv óriási barátja, művelője, fejlesztője, egyetemi tanár. Kérem, 1 perces felállással adózunk az emlékének. Köszönöm szépen. Szakó Gábor a következőket írta. A kultúra maga a nép, az alapvető értékekben együtt gondolkodó közösség. Ha nincsenek alapvető közös értékek, nincsen kultúra sem. Kedves vendégek, a 5 unokámból 4 lány. Hogy tartozik ez ide? A nagymamájuk készített nekik egy kincses ládikát, ami zárható kulcsa is van, és a lányok abba gyűjtögetik a fontos értékeket. Kicsi fésűt, kicsi babát, gyűrűt, kis nyakláncot, és így tovább. Időnként megnézik, kivesznek belőle, belepakolnak, de óvva vigyázzák, óvva féltik, és a kulcs mindig náluk van. Nos, valahogy ez a kincses láda jutott eszemben a mai napon, a Magyar Kultúra Napján. Mert nekünk is van egy ilyen ládikánk, amelybe összegyűjthetjük virtuálisan, természetesen, de agyunkban valóságosan is mindazokat az értékeket, amelyeket a magyar kultúra jelent számunkra. Nem véletlen egyébként, hogy a Magyar Kultúra Napja a himnusz születésének az évfordulója, és ez adja meg a keretét közép-európai országok kultúrájának, valahol még az európai országok kultúrájának is, a keresztény identitás. Mi az általános emberi kultúra része vagyunk, de mégis más, mégis egyedi, és természetesen magyar a miénk. Igaz ez a képzőművészettől az irodalomig, a néptánctól a népdalig, az operáig, az operettől az építészetig. Még hozzáteszem,
a kultúránkhoz tartozó magyaros mentalitást, magyaros viselkedést. És mindent, ami szép, jó és értékes, belefér ebbe a ládikába. Persze néha fontos szelektálni. Kultúránk nem áll meg, hanem folyamatosan gyarapszik, folyamatosan fejlődik. Így tehát nem árt átgondolni, hogy hogyan viszonyulunk hozzá, hogy őrizzük-e, hogy mi hozzáteszük-e a magunk értékeit, kincseinket. Hiszen nem csak a nagy művészek adják a magyar kultúrát, hanem mi magunk is, mint például Sátoraljai a Újhely. Csak egy rövid felsorolás. Zempén Fesztivál, Összművészeti Fesztivál, Városhete, Déri Népprogram, Várfeltárás, a Lavotta Zenekar, a Néptáncok, a Néptánc Oktatás, Művészeti Iskolák, az Édesanyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny, az Anyanyelvi Táborok a Fiataloknak, a Határon Innen és Túli Versmondó Verseny, a Rákóczi Vetélkedő, az Andrássy 200, Kazinczy Múzeum, Magyar Nyelv Múzeum, a Kazinczy Kert, Újévi Koncert, Ünnepi Könyvhét, Várostörténeti Vetélkedő és a Kazinczy Társaság Központja. Jelentős felsorolás, így illik, és ez illik egy több mint 150 évig létező megyeszékhelyre. Van-e feladatunk, hölgyeim és uraim? Igen, ápolni, átadni és megőrizni. Ezen belül pedig a legfontosabb, mely mindnyájunkat összeköt, titkos jelünk, a magyar nyelv, mely kovásza a kultúránknak. Nem véletlenül tartjuk itt minden éven ezt a rendezvényt. Addig kell őrizni a kulcsát a ládikának, amíg ember él a földön. Örökkön, örökké. Végezetül nagy felelőssége van az írástudóknak, hiszen ezt a kultúrát védenünk kell, az írástudóknak és a pedagógusoknak. Mert lássuk be, nem mindenki egyformán gondolkozik. Van, aki azt mondja, ezek már avid gondolatok, elhaladt felettük az idő, helyettük más kell. Más ideológiai, például a genderelmélet, sajnos az értékek relativizálása, a hedonizmus, éljünk a mának, vagy vegyük át más nemzetek kultúráját. Van tennivaló. Valljuk be, leginkább a fiatalokat tudják rossz irányba befolyásolni. Nem szabad hagynunk. Barátságos megközelítéssel és személyes példával lehet eredményt elérni náluk. Nem a tekintéllyel a válasz. Majd én megmondom, hogy mi jó neked, fiam, mert ez sehová nem vezet. Ezt az örökséget mi is kaptuk, hozzáteszünk, és tovább is kell adnunk. Mert aki nem csak egy életre tervez, és ennek így kell lennie, annak fontos a jövő. A jövője a magyar kultúrának, a magyar életnek, és 15 millió magyar embernek. Köszönöm a figyelmet. Hölgyeim és uraim, tisztelettel felkérem dr. Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkár asszonyt, mondja el ünnepi gondolatait. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Az emberiség kultúrája és benne a magyar kultúra azon terület, merről napokig, vélhetően megállás nélkül tudnék beszélni. Ígérem, hogy ezt itt most nem teszem meg. Csupán néhány olyan gondolattal készültem, melyeket, ha úgy gondolják, elvihetnek magukkal innen, és melyek mentén tovább gondolva együtt, vagy külön-külön is lehetőségünk lesz ebben a sodró, áramló, zajos, egyre gyorsabban változó környezetben megtalálni azt, hogy kik vagyunk és merre tartunk. Ez a kérdés, mióta világ a világ foglalkoztat bennünket. Emberi szükségletünk, hogy szembenézzünk céljainkkal. És ez a kultúra, az ahány ház, annyi szokás mondásunk. Mennyi mindenben ott van ez a kijelentés. Ott van nyelvünkben, dalainkban, táncainkban, költészetünkben, festészetünkben, hitünkben, de még gyógyászatunkban, vagy gasztronómiánkban is. Sok összetevőből áll egyé, személyenként, családonként, településenként, régiónként, országonként, kontinensenként. Bármelyik körben is kezdünk vizsgálódni, számos sajátosságra találunk. Évmilliók óta formálódik az állandóság, a körforgás és a változás újdonságaival. Mint vízben a kő csiszolódik és alakul, ahogy az emberiség is. Hisz mi magunk ott úszunk az árban, a kultúra bölcsőjében. Bölcső,
milyen szép szó. Bölcsője van a gyermeknek, a családnak, a hazának, a nemzetnek. A bölcső az anyai, feltétel nélküli szeretetet adó, óvó, éltető, körülölelő közeg, ha van hozzá nyitott szívünk, értő fülünk és látó szemünk. Bár mindennapjainkat átszövi a kultúra világa, mégsem jár vagy jut, anélkül, hogy részesülnénk benne, hogy figyelmet fordítanánk rá, hogy keresnénk és tanulnánk. Mindezek nélkül csak felszíni foszlányok tudnak eljutni hozzánk, és itt érkeztünk el a nevelés területéhez. Mondom ezt, mint édesanya, mint pedagógus, vagy mint jelen feladatom szerint a köznevelés képviselője. A kultúra bizonyos részeiben mindennapjaink részévé válik akkor, amikor elsajátítjuk anyanyelvünket, melyet tovább csiszolhatunk versek és irodalmi művek olvasásával. Zenei kultúránk azon áll, hogy családunk, környezetünk, valamint a köznevelés berkein belül milyen dalokkal találkoztunk. Mozgáskultúránk léte azon áll, hogy milyen mozgásformákat láttunk és tanultunk. Hogy elég naprakész is legyek, példaként szeretném felhozni a digitális kultúrát is, mely azon áll, hogy milyen digitális környezetben, milyen tartalmakat sajátítunk el. Viselkedéskultúránk azon áll, hogy milyen mintákat követve alakulnak társas kapcsolataink. Jól látszik, hogy mekkora szerepe van a példamutatásnak, a nevelésnek, az oktatásnak és a tanulásnak. De miért fontos mindez? Miért kell kiemelt területként tekinteni a magyar kultúrára, a családjainkban és a köznevelésben is? Talán soha nem volt ennyire fontos, hogy együtt ünnepeljünk, hogy együtt gondolkodjunk a magyar kultúráról, és végső soron együtt tegyünk azért, hogy gyermekeink, tanítványaink, unokáink minél jobban megismerjék, és lelkükbe, szívükbe ültessék nemzetünk kincseit. Ma, amikor az információk sokasága áramlik felénk, amikor a tér és a távolság már új dimenzióként funkcionál, amikor a norma már alig érték, amikor már sokszor hangosabb a hamis, mint az igaz, amikor megkérdőjeleződik a szuverenitás joga, na akkor van igazán szükségünk stabilitásra, melyet hovatartozásunk tudata, kultúránk ismerete és annak éltető módja adhat. Közös feladatunk tehát, hogy gyermekeink ne csupán utánozni tudják dalainkat, táncainkat, hogy ne csupán lexikális tudásként legyenek képesek felmondani verseinket, hogy ne csak ismereteik legyenek nemzetünk kulturális örökségéről, hanem lelkükbe merülve tudják éltetni, megélni, megtapasztalni, és majd ők is generációról generációra már a bölcsőben ringatott gyermeküknek a tiszta forrás hangját tudják továbbadni. Nem ez az első alkalom, hogy itt lehetek Sátoraljaújhelyen, de eddig minden utam a hegy felé vezetett a Rákóczi táborba, ahol évről évre megfordul a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar közösségeinek sokasága a világ számos országából. Na valahol ott csontjainkban érezhetjük, hogy mit jelent magyarnak lenni, hogy miként köt össze minket egy szó vagy egy mozdulat, hogy mit jelent egybe és összetartozni. Kicsi országunk szélességében nem, de magasságában képes és tud növekedni. Ezt már megszámlálhatatlanszor bizonyítottuk vezéreink, vitézeink, királyaink, költőink, íróink, zeneszerzőink, kutatóik, és természetesen nagyanyáink és édesanyáink. Szavai és tettei építettek bölcsőt ahhoz, hogy nyomdokaiba lépjünk, és szellemi nagyságaikból táplálkozva építsük és éltessük tovább a magyar hazát és a magyar kultúrát. Örömteli ünneplést kívánok mindenkinek, az itt lévőknek. Köszönöm, hogy vendégükként én is csatlakozhatom ezen az estén önökhöz. Minden jót kívánok! Tisztelt ünneplő közösség, kitüntetések átadása következik. Sátoraljaújhely város önkormányzata közművelődési díjat adományoz Fekete Csilla úrhölgy népdalénekes, ének, zene, népzenetanár részére, akit megkérek, fáradjon ki.
Fekete Csilla Sátoraljaújhelyi születésű iskolai tanulmányait az ének-zene tagozatos Petőfi Sándor általános iskolában kezdte, majd a Kossuth Lajos gimnázium 6-osztályos tagozatán folytatta. Az énekléssel először családjában ismerkedett meg, anyai nagymamája mellett nagy lelkesedéssel énekelte a zsoltárokat a Szabolcs-Veresmarty templomban. A népdaléneklésel gimnazista évei alatt a Hegyalja Népi Együttes táncosaként ismerkedett meg. A gimnáziumi énektanára, Majorosné Hódosi Ilona, ő nevezte először énekversenyre, majd a közép- és főiskolai évei alatt jó néhány magyarországi és erdélyi versenyen vett részt, ahol számos szép helyezést, több első helyet, közönségdíjat is szerzett. A Borsod-Abaúj Zemplén megyei énekversenyt több alkalommal is megnyerte népdal kategóriában. A megyei amatőr gála egyéni résztvevői közül egyedüliként sikerült 3 alkalommal is részt vennie a végső gála műsoron. Ezen eredményei elismeréseként megyénk kultúrájáért kitüntető díjat kapott. A zene és a népdal szeretete pályaválasztását is eldöntötte. Először a Nyíregyházi Besenyei György tanárképző főiskolán szerzett diplomát énekzene, népzene szakon. Ezt követően Sárospatakon és Sátoraljaújhelyben több iskolában is tanított. A sors érdekessége, hogy volt iskoláiba főállású pedagógusként is visszatérhetett, de óraadóként több újhelyi iskolában is tanított. Jelenleg a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola pedagógusa. A Sátoraljaújhelyi rendezvények szervezői mindig számíthattak és számíthatnak közreműködésére, azután is, hogy családi okokból elköltözött a városból. Számos alkalommal fellép ünnepségeken, megemlékezéseken, megnyitókon szólistaként és az Intervox női kar tagjaként is. Pedagógusként fontossá vált számára, hogy a tehetséges gyermekeket is bemutathassa, ezért előfordult, hogy egy szólista felkérést az általa tanítottakkal együtt teljesített. Volt, hogy saját lányaival vagy tanítványaival lépett az újhelyi közönség színe elé. 4 gyermeke és férje is büszke arra, hogy munkáját mindig a zene iránti szeretet, alázat és tökéletesre törekvés jellemzi. Kívánjuk, hogy továbbra is ilyen lelkesedéssel szolgálja városunk zenekultúráját, melynek elismeréseként adományozza Sátoraljaújhely város önkormányzata Fekete Csilla úrhölgy részére a közművelődési díjat. Tisztelt ünneplő közösség! Sátoraljaújhely város önkormányzata közművelődési díjat adományoz Kis Domonkos Márk úr, Jászai Mari díjas színész, színigazgató, a Dériné program ügyvezető igazgatója részére. Kis Domonkos Márk Budapesten született, gyermekkorát Vácon töltötte. A helyi Madách Imre gimnáziumban érettségizett, mellette 12 évig volt a Bartók Béla zeneiskola tanulója. 2005 és 2009 között a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatója Operett Musical szakon. 2009-től 2012-ig a Miskolci Nemzeti Színház tagja, majd 2020-ig a Váci Dunakanyar Színház ügyvezető igazgatója. Főszervezője és megálmodója az először 2013-ban hagyományteremtő szándékkal létrehozott V4 Fesztivál és Színházi Találkozónak. 2016-ban rendezőként is bemutatkozott, azóta több előadást is jegyez. 2017-től 2018-ig a Magyar Teátrumi Társaság alelnökeként tevékenykedett, színházi és színház szervezői tevékenysége elismeréseként 2017-ben Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben, 2019-ben pedig Jászai Mari díjban részesült. 2020-tól a Dériné Művészeti Nonprofit Kft. A Dériné program ügyvezető igazgatója. A Színház és Filmművészeti Egyetem tanára, 2023-tól újra a Magyar Teátrumi Társaság alelnöke. Hagyományteremtő céllal 2021-ben került első alkalommal megrendezésre a Dériné Fesztivál Sátoraljaújhelyen, amely a Dériné program missziója egy nyári eseményben összefoglalva. Emberközeli, szerethető, családbarát, kulturális rendezvénysorozatot álmodott meg e páratlanul szép környezetbe, ahol a kisgyermekektől az idősekig mindenki megtalálja a maga szórakozását, ugyanakkor a minőségi produkciók számos élménnyel gazdagítják a résztvevőket.
a Dériné Fesztivállal új szintre emelte küldetését, színház mindenkinek. A fesztivál az elmúlt években minden várakozást felülmúlt, a rendezvénysorozat a nézők részéről évről évre egyre nagyobb és népesebb lett. 2023-tól a fesztivál helyet ad a Cult Up program sorozat záró eseményének is, a Cult Camp közösségépítő minifesztiválnak, amelyen 450 középiskolást látott vendégül, akik esténként a Dériné Fesztivál keretében átélhetik a fesztivál életérzést, és nem utolsó sorban megismerkedhetnek a várossal is. Kívánjuk, hogy a hagyományteremtő szándék a Dériné Fesztivál évről évre megvalósuljon városunkban, mely tovább gazdagítja Sátoraljaújhely kulturális programjait, és melynek elismeréseként adományozza Sátoraljaújhely város önkormányzata Kis Domonkos Márk úr részére a közművelődési díjat. Igazgató úr hivatalos elfoglaltsága miatt sajnos nem tud jelen lenni ünnepségünkön, a díj a későbbiekben kerül átadásra. Ezúton is gratulálunk neki. Tisztelt ünneplő közösség, örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Dombóvári János úr, a Sátoraljaújhelyi Lavotta János Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatója, hegedű tanára részére a zene és művészeti oktatás érdekében kifejtett életművéért, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyar Kultúra Lovagja címet adományozta, akit megkérek, fáradjon ki. A Kultúra Lovagja címet a kultúra különböző területén huzamos ideje tevékenykedők elismerésére 1998. októberében hívta életre a Falvak Kultúrájáért Alapítvány. A díj odaítéléséről 5 földrész 16 országából 352 kultúra lovagjából álló tanácsadótestület javaslata alapján a kuratórium dönt. Az avatása és a cím átvételére 2024. január 20-án Budapesten a Stefánia Palotában megrendezett Magyar Kultúra Napja gálán került sor. Ezúton is szívből gratulálok igazgató úrnak. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Díszünnepségünk folytatásaként kérem, tekintsük meg az Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola diákjainak és pedagógusainak ünnepi műsorát, melynek címe Jövőnek. A műsort összeállította Ignéciné Bodnár Klára és Lukács Gabriella tanárnők. Te ezt ki tudod rakni? Igen. Na, az pacek. Az jó. Tessék, már ki is raktad. Na, ennyi. Többi oldalát ki tudod rakni? Külön. Melyiket rakjam ki? Add már ide! Add már csinálsz. Vissza! Mit csinálsz? Hogy kell ezzel játszani? Ezt ki kell rakni? Meg a ChatGPT? Jaj, maradjatok már! Adjátok már ide! Nem fogom odaadni, el de fogod törni! Mi ez? De már össze is kutyultad, most raktad. De mi ez? Magyarázzál! Rubin kocka! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindöröké, amen! Mi ez a fennfordulás? Nem tudja, mi az a Rubin kocka! Állj! A vitának is van egyfajta kultúrája. Apropó kultúra, ha itt tartunk, mi jut eszetekbe róla? Igen? Tudomány. Tudomány. Műveltség. Jó. Történelem. Ügyes. Irodalom, zene, film. Jó. Néptánc, népdal. Jó. Röviden kultúrának nevezzük mindazt a szellemi és tárgyi hagyományt, amelyet az előző generációnk ránk hagyott. Ha azt mondom magyar, te azt mondod, hogy? Pálinka. Pálinka. Húnyhagyma. Jó. Rántott hús a szendvics. Oké. Okay. Kalocsai fűszerpaprika. Jó. Akácméz. Az finom. Vizsói biblia. Jó. Tokai jászú. Oké. Okay. Túró Rudi. Nagyon jó. Budai bárnegyed. Ügyes. Hévízitófürdő. Hévízitófürdő. A kultúrát már kicsi korunkban magunkba szívtuk. Emlékeztek, hogy mennyi mesét, mondókát és verset tanultunk? Kovács Barbara a csacsi, kéne nekem egy csacsi, de egy olyan igazi. Azt hiszem, jól tudnék vele játszani. Mufurcnak hívnám, és adnék neki enni, és úgy szeretném, mint ahogyan senki. Apa kinevetett, és vette egy videót,
Jobb lett volna, Csacsi, azt nem fogyaszt áramot. Új kocsira gyűjtünk, érted? Új kocsira. Nyafogtam, hogy jó, de miért nem Csacsira? Jaj, fiam, hagyjál már ilyen butasággal. Mihez is kezdenénk egy ilyen makacs jószággal? Hol szaladgálna, és mivel etetnéd, és hol aludna? Talán az ágyadba vinnéd? Kimértem, a szobámba épp befér egy Csacsi, csak az ágyamat kéne egy kicsit arrébb tolni. És igen, aludni bevinném az ágyamba, nem is kéne más, csak tán még egy párna. Anya azt mondta, jaj fiam, ne légy ilyen buti, lakásba nem való egy igazi Csacsi. Jó, de ha megövök, veszek egy nagy kertet, ültetek bele kórót, vetek bele füvet, és nem veszek videót, és nem veszek új kocsit, lesz sok pénzem, és végre vehetek egy Csacsit. Igen? Tanárnő, ugye szűkebb hazánk a hegy közt. Néptánc és népdal kincse felbecsülhetetlen. Pontosan. Nézzétek csak! Magyar híres embereket? Igen? Puskás Tivadar. Puskás Tivadar. Szent Györgyi Albert. Jó. Egerszegi Krisztina. Ügyes. Karikó Katalin. Oké, okay. Nagyon jókat mondtatok, de most nézzétek a kivetítőt.
nagyszerű, mert engem is, igen. Én nagyon sok mindenkit ismertem. Nagyon jó, jár érte az ötös. Látjátok, mennyi híres magyar ember élt hazánkban és a nagy világban? Ha itt tartunk, haza, mi jut eszetekbe róla? Igen? Az utca, ahol a barátokkal játszunk. Jó. Ahol, ha kirándulunk, már a város határában megeszik az első rántott hús a szendvicset. Ez finom lehet, igen. Apa, anya, testvére. Apa, anya, tesó. Én van, melyiken álmodunk. Jó. Igen. És ahol megértik ezt a verset. Kezdjük tán a jó szóval, tárgy esetben jót. Ám de tóból tavak lesz, nem pedig lentót. Egyes számban kő a kő, többes számban kövek. Nőnek nők a többese, helytelen a növek. Többesben a tő nem tők, szabatosan tövek. Amint hogy a cső nem tők, magyar földön csövek. Csók, ha adják, százával jő, ez benne a jó. De ha netán egy puszit kapsz, annak neve csó. Agysebész, ki agyat műt, otthon ír egy művet. Tűt használ a műtéthez, nem pedig lentűvet. Foglár fogán fogjuk van, nosza tömni fogjuk. Eközben a fogházból megszöket a fogjuk, elröppennet fogjuk is, ha csak meg nem fogjuk. Morcos úr a hivatalnok, beszél hideg, sör idegen, néha játszik, nem sajátján, csak idegen, idegen. Fölvágós a közép hátvéd, három csatát fölvágott. Hát belőle vajon mi lesz? Fa, sírté vagy fölvágott? Magyarország olyan ország, hol a nemes nemtelen, lábasodnak nincsen lába, aki szemes szemtelen. Egyesben a vakondokok, vakond, avagy vakondok, hasonlóképp helyes lesz a kanon meg a kanonok. A magyar nyelv, azt hiszem meggyőztelek, barátom, különleges legszebb nyelv kereken agyvilágon. Amelyben mindjárt lakunk, ez a haza? Nem, gyermekem, ez csak a házunk. De amit itt körül látunk, merre földjeink terülnek, merre kertjeink feküsznek, ez a haza. Minden, amit a szembe lát, itt a föld, mely kenyeret ád. E folyók, tele halakkal, e szőlőhegyek falakkal, ez a haza. Amerre a hegylánc kéklik, merre a bereg sötétlik, merre a róna kanyarul, melyre a kék ég leborul, ez az. Hol őseink egykor csatáztak, itt mulattak, itt csatáztak, ahol a hazát ők szabták, s örökségül ránk hagyták, ez az. Ahol csontjaink porladnak, s mindig földben maradnak, ahová bennünket tesznek, midőn egyszer eltemetnek, ez az. Ez a föld, mely drága nekünk, melyet legjobban szeretünk, ahová bármerre járunk, mindig vissza, visszavágyunk. Ez a haza. Van egy dal. Van egy dal, melyet előbb megtanulsz, mielőtt tartalmát megértenéd. Hallod iskolai és nemzeti ünnepélyeken, mikor felvonják a magyar nemzeti lobogót. Tudjátok, melyik ez a dal? Igen? A himnusz. Himnusz, ügyes. A himnusz Kölcsey Ferenc költeménye. Olyan vers, melyben a költő, a Magyarországot szerető, védelmező, a hazáját meghalni is kész, magyar népet dicséri. Versében felemlegeti történelmünk eseményeit, véres, dicsőséges küzdelmeit, veszteségeit. Minden nemzetnek van himnusza, de ilyen, Istenhez szóló, védelmet kérő, még egy nem akad. Ezért is hívják Kölcsey Ferenc himnuszát a magyar nép imádságának. A himnuszt Erkel Ferenc zenésítette meg. E bús imádságot dalolta Ajkam, mikor nem is tudtam még mit dalol. Csak néztem, hogy orgonás szavakban, ezer év búja búk a hantalol. A végeken, hol mély magányban éltem, sörödös tót gyász a szállt lelkem felett. A némadacban, büszke szenvedésben, fajtám keserve megértettele. E daldódoltam ott fáradt ajakkal, az éghez oly közel járt a magyar dal. Kárpátok ormán ültem egyedül, és gondolkoztam Kölcsey felül. Ki fél szemével a jövőbe látott, szent áldosunk, teljék be látomások. A magyar kultúra sokszínű hagyományokon, nyelven, művészeteken és értékeken alapul. A nyelvünk egyedülálló és fontos rész az identitásunknak,
amely összeköti az embereket és hordozza történelmünket. A zene és az irodalom is fontos szerepet játszik a nemzeti öntudat és az értékek átadásában. A magyar népművészet, néptánc és népzene is különlegesek és jellemzőek a kultúránkra. A történelem és a hagyományok ápolása is lényeges, hogy megőrizzük az identitásunkat és a múlt örökségét a jövő generációk számára. A magyar kultúra fontossága abban rejlik, hogy összekötő kapocs a múlt és a jelen között. A következő órán megzenésített magyar versekkel fogunk foglalkozni. Dicsértessék a Jézus Krisztust! Mindörökké, amen! Thank you.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és hogy együtt ünnepelhettünk a jeles napon. Köszönjük továbbá a diákok és pedagógusok színvonalas műsorát, valamint az Intervox női kar közreműködését. Hölgyeim és uraim, díszünnepségünk befejezéseként kérem, énekeljük el közösen a szózatot és a székely himnuszt. Még mielőtt külön meghívott vendégeinket várjuk a díjazottak tiszteletére egy kis baráti beszélgetésre az emeleti könyvtárterembe. Abban a megtiszteltetésben lehet részünk, hogy dr. Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkár asszony, aki egyébként néptáncpedagógus, szeretettel várja önöket ide a színpadra a Tavaszi szél vizet árasz című dal közös eléneklésére, amelyről videós fénykép felvétel is készül.